Juhász Luca vagyok, Paks az én városom. Világéletemben Pakson éltem. Apukám a kosárlabda miatt jött ide, az Aséhoz. Anyukám pedig nagypapám révén, az atomerőmű miatt került a városba. Itt születtem, itt jártam ki az iskolát, általános iskolát, középiskolát, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Az egész életemet eddig Pakson éltem le. Gyerekkorom óta sokat jártunk ki a faházba, nagypapámmal, amikor mentünk ki a szőlőbe, és segítettem neki ebben, abban, akkor mindig megálltunk itt. Gyerekkoromban itt még mosómedvék éltek, azokat jöttünk mindig megnézni, meg megetetni, még mindent megmostak, nagyon aranyosak voltak. Most meg már pávák élnek itt, ugyanilyen látványosak, mint a mosómedvék. Nagyon sok nyarat itt töltünk, ide járunk kikapcsolódni barátokkal, gitározunk, szalonnát sütünk, éneklünk és egyebek. Pici koromban eldöntöttem, nagyjából olyan 14 évesen, hogy én fotós leszek. Ehhez hozzájárult nagyon sok ilyen ismeretterjesztő újság és csatorna. Aztán így meg is valósítottam szépen lassan, kaptam egy szappantartó méretű fényképezőgépet apukámtól. Aztán úgy döntöttem, hogy tényleg ideje komolyabban kitanulni, miután a középiskolát befejeztem, és elmentem Pécsre egy fotós iskolába, és ott csináltam meg egy képzést. Jelenleg ezzel foglalkozom, ez a munkámnak a fő vonala. Helyileg az Atomenergetikai Múzeumban dolgozok egy nagyon összetartó és jó kis közösségben. Kevesen vagyunk, de elég produktívak. Mindig van nálam legalább egy fényképezőgép, akárhova megyek. Nagyon megszerettem a dokumentarista fotózást. Korábban a műtermi fotózás vonzott, abból is inkább egy ilyen kis elvontabb művészi vonal, de azt már nem nagyon csinálom, viszont szeretek tájképeket készíteni. Szeretek fotózni, miközben megyek bárhova, megutazom. Állandóan fotózom. A fotózás szempontjából a kedvenc helyem nincsen, viszont hogyha egy olyan pillanatot meglátok a városban bárhol, amit érdemes megörökíteni, azt megörökítem és lefotózom úgy, ahogy én látom. Próbálom a saját szemszögemet mutatni, vagy a saját látásmódomat átadni ezeken a fotókon keresztül. Próbálok egy egyéni stílust képviselni. Nagyon-nagyon sokat utazok, úgyhogy bárhova megyek a világban, bárhol járok, és hogyha esetleg életem során elsodródok innen, vagy bárhova máshova fogok költözni, akkor is úgy tudom, hogy így a családbaráti kör miatt ide mindig haza tudok jönni. Itt mindig ez lesz az otthonom, és ide mindig hazavárnak.